A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Aki látta tudósításunkat, az bizonyára örömmel vette azt az ünnepséget, amelyet tegnap a tegnapi híradóban is leadtunk, miszerint 5. születésnapját ünnepli ebben az esztendőben élete megalakulásának 5. évfordulóját a Székesfehérvári Balettszínház. Méltó volt a rendezvény egyébként ahhoz az 5 esztendőhöz. Így aztán ki más lenne a vendégem, mint Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is, és a kedves nézőket is. No, hát ez szép lesz ez az augusztus, és valóban, tehát Cserpakovics András polgármester úr, illetve Lernár Zsolt alpolgármester úr is kifejezte meggyőződését, hogy remek döntés volt a városvezetés részéről, amikor elfogadták azt a lehetőséget, hogy itt egy olyan táncszínház, kortárs táncszínház telepedjen meg, amely azt hiszem, hogy kivételes lehetőséget biztosít, hogy ezzel a műfajjal megismerkedhessenek a székesfehérváriak. No, annál is inkább kérdezlek, mert hogy látványosan beépültetek a város kulturális életébe. Ez elengedhetetlen ahhoz, és ráadásul olyan szintet képviseltek, ami azt hiszem, hogy egyedülálló. Kezdjük azzal, hogy amikor megérkeztetek, akkor voltak-e kétségeid egyáltalán? Mivel kapcsolatban? Hogy jó otthont választottatok-e, hiszen azt tudjuk, hogy... Afelől nem. Egy kortárs táncszínház a nehezen talál otthonra, hiszen ez egy olyan műfaj, amely ritka egy-egy független attól, hogy beívódott a kultúra itt a székesfehérvári történetben. Kétségeink nem voltak afelől, hogy ez a műfaj otthonra talál Székesfehérváron, hiszen ez a legősibb kommunikációs forma, tánc és a testbeszéd. Tehát ahol emberek élnek, már például a Földön szép számmal élnek emberek, mindenhol ugyanazt érzik, értik a tánc nyelven megfogalmazott költészet, befogadásakor, tehát ilyen kétségeim nem voltak. Azt tudni kell, hogy egy balettszínháznak, vagy egy kortárs táncszínháznak a kifutása, vagy az, hogy ismert legyen, akár egy város közösségébe, vagy egy régióba, vagy az országba, vagy a világba, azt évekbe mérik. Tehát itt képes beszéddel már elmondtam egy hasonló beszélgetésünkkor, hogy mi nem paradicsomot ültettünk, gyorsan termünk, hanem fát. Egy nagy fát, ami nő, folyamatosan terebélyesedik, és 10-20-30 év múlva már akkora lombkoronája van, hogy minél többen aláférnek és ehetnek a gyümölcséből. Ez az építkezés, ez jelen pillanatban is folyik. Én azt gondolom, hogy amikor megérkeztetek, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell szerettetni a kortárs táncszínházat a közönséggel, és ennek érdekében mi nagyon sokat tettetek, annál is inkább, hiszen olyan darabok kerültek színre, amelyek különlegesek. És tehát így visszatekintve ez egy út, ahogy mondtad, hogy építkezés folyt folyamatosan, ez megvalósulhatott. Beszéljünk a társulatról, hiszen számukra is egy teljesen új városba kellett költözniük, és hát valljuk meg, hogy az első időszakban meglehetősen mostoha körülmények között tudtatok például próbálni. Én nem tekintem ezt mostoha körülményeknek, hát persze természetesen nem volt ideális, a próbatermünk nem volt ideális, de nagyon nagy köszönettel tartozunk a Videoton Holdingnak, hogy biztosította számunkra a próbatermet, még akkor is az nem ideális volt, de ezt tudtuk az elején, illetve ezekkel a kondíciókkal vágtunk bele. Azért, mert számomra nagyon sok mindenért, hát legfőképp azért, hogy otthonra lejjen ez a műfaj Fehérváron, és legyen kortárs táncszínház a városnak. Hanem azért, mert az nagyon megsüvegelendő a részemről és részünkről, hogy egy város úgy alapít kortárs táncszínházat,
egy új intézményt, egy új műfajt hozván a városba, hogy nincs meg még a kellő infrastruktúra, de fontos a tartalom, hogy legyen csúnya szóval értve ilyen szolgáltatás, ilyen kulturális szolgáltatás a városban, bővüljön a kulturális paletta, és majd tudván azt, hogy majd folyamatosan alátesszük az infrastruktúrát. Itt most meg kell álljak, mert nagyon fontos az, amiről beszélünk, és az elmúlt 5 év talán egyik legnagyobb vívmája, hogy a tavalyi évben végre otthonra leltünk. Ugye a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola és a fenntartónk jóvoltából, hiszen a népfőiskola nagyon sok mindenre használhatta volna ezt az ingatlan, amiben most dolgozunk. De ő azt látta, azt a hiátust, vagy azt a megoldandó problémát, hogy van egy nagyon értékes balettszínház a városnak, viszont nincsen meg az infrastruktúrája, és ezt felajánlotta a balettszínháznak, és tárgyalásokat folytatott a fenntartóval, és ez is példaértékű összefogás, hogy egy város vezetése és egy népfőiskola összefogásával helyzetbe hozza a balettszínházat, a város egyik jelentős kulturális intézményét, és ezáltal mi új otthonba költözhettünk. Nagyon hálásak vagyunk a Művészeti Népfőiskolának, illetve a fenntartónknak, mert ez megoldott az, hogy a művészállomány egy helyen van, tehát nagyszerű próbatermünk van, és az irodák is egy helyen vannak. Ez nagyon lényeges és alapkövetelmény, és itt neveket muszáj vagyok megemlíteni, mert ez nem a szél fújja oda, nem magától terem. Hát mindenek előtt a fenntartónk képviseletében dr. Cselparkovics András polgármester urat, aki ugye létrehozta, életre hívta ezt a balettszínházat és kulturális intézményt. És a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola részéről az ötletgazdát, Elsimon Lászlót, aki egyébként nagyon sok vagy több darab esetében is művésztársam, illetve alkotótársam, Rodi Chestert, ugye az alapítvány elnökét, Kazai Viktor elnök urat, ők együtt dolgozva a városvezetéssel megoldották ezt a problémát, úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb vívmány, hogy azok a kondíciók most rendezettek, és az alapfeltétel biztosított ahhoz, hogy komoly művészi és szakmai munka folyjék a balettszínháznál. Ugyan az alapfeltételhez azért hozzátartozik természetesen, hogy az előadások sorsa miként alakul, és ehhez kellett a Vörösmarty Színház is, és azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben teli találat, hiszen azért látjuk, hogy a következő esztendő, erről majd később esik szó, ahol közös bérlet keretében a valamennyi művészeti ág megjelenhet, itt az Alba Regia Tánc Együttes, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Ennek lesz egy külön sajtótájékoztatója. Igen, csak azért, mert ez nagyon fontos, ez egy nagyon nagy előrelépés. És bocsánat, itt a bérlet esetében egy nagyon fontos kérdést vetítettél előre, mert illetve a mostani színházi szezonban 2023-24 egyes színházi évadunkban, ugye szeptembertől indul, megint csak egy újdonsággal rukkolunk elő, hiszen lesz balettbérlet. Ami azt jelenti, hogy 5 balettet, benne a Diótörőt és az Aladdin, tehát család és ifjúsági baletteket, és más baletteket, egyetlen egy színházi egy áráért meg tudnak vásárolni ezt a bérletet. Korlátozott számban 450 bérlet van, ezt szeptember elején kezdjük el, vagy augusztus végén legkorábban árusítani. A Vörösmarty Színházban lehet a bérleteket elérni, a Vörösmarty Színházi Egypénztárában, és ezért még egyszer mondom, egy színházi egy áráért 5 különböző balettelőadást tudnak megnézni. Nagyon fontosak voltak az előadások, 23 előadás volt ebben az 5 évben. És 23 bemutató volt, így, és 71 előadás a Vörösmarty Színházban. És olyan koreográfusokat köszönthettünk, ami azt hiszem, hogy egyedülálló. Európa szerte ismert fantasztikus koreográfusok, neked köszönhetően elsősorban. Ez tudatos volt részedről, hogy olyan világhírű koreográfusokat is ide csábíts, akiket a világ minden tájékán szívesen látnak? Hát annyira tudatos, hogy ez volt a cél. Tehát, hogy nyilván egy társulat akkor működik komolyan és jól, és akkor fejlődik, ha van egy meghatározó koreográfus. Hát jelesen ez esetben én volnék az, mint társulatalapító. Viszont én abban hiszek, mert vannak olyan társulatok, ahol egy koreográfus határozza meg az arcolatot, most visszautalnék, például Maurice Bezsárt talán sokan ismerik, ő koreografált. Viszont az én mentorom, említettél európai hírű, de én ezt azt mondom, hogy világhírű koreográfus Jirzsi Kilián, ő cseh származású, a Holland Táncszínháznak az atya,
ő vitte világhírnévre ezt a társulatot. Tehát a világ, hát én bátran mondom, talán az egyik legjelentősebb kortárs koreográfusáról beszélünk, és ő nekem mentorom, tanárom, úgyhogy tudja, hogy én mire vagyok képes egy társulattal, és ezről meg is bizonyosodott, és ennek köszönhetően mi megkaptuk az Umbaló című darabját, amit meg kell említenem, hogy kiváló partnerünkkel, a Vörösmarty Színház mellett a másik jelentős partnerünk a Nemzeti Táncszínház, ez egy közös bemutatóként mutattuk be a Umbalót, úgyhogy a jövőben is cél lesz, hogy nem csak az, hogy neves koreográfus legyen, hanem olyan fiatal koreográfusokat is keresek a világba, akik feltörekvőek, viszont saját hanggal tudnak megszólalni, úgymond táncnyelven. Ugye itt röviden azért felsorolom, Alexander Ekman is itt volt, Lukás Stimulák, Cristiano Letangen és a többiek. Nemes Zsófia. Nagyszerű volt. Egy kicsit tekintsünk ki, hiszen nyilvánvaló, hogy bármennyire is Székesfehérvár az otthonatok, egy táncszínház számára nagyon fontos, hogy elinduljon egy olyan úton, hogy megismerjék Magyarországon, illetve külföldön. Ezt és bevált. Ezzel vigye a jó hírét az adott városnak, jelesen Székesfehérvárnak, hiszen minden egyes fellépésünkkel a várost dicsérjük, és a megint csak ilyen mai szóhasználattal élve jó értelemben promotáljuk, hiszen hogyha sikerünk van bárhol az országban vagy határon túl, az a város sikere is egyben. És hát természetesen a külföldi utak is megerősítést jelentetnek, hiszen Csehország, Szlovákia, Spanyolország, Finnország, Románia, ez egy óriási siker. És kétszer Erdélyben nagyon nagy büszkeség és örömmel mondhatom el, hogy nagyon nagy sikerű előadásokat tartottunk Erdélyben, és még tervezünk is menni. És ami engem különösen meglepett, hogy milyen sokszínű volt a darabválasztás is. Ehhez hozzájárult értelemszerűen, ugye Elsimon Lászlót már említetted, hiszen ő József Attila Díjas költő, de azért természetesen a prózában is nagyon is otthon van, és egy fantasztikus darab született az ő gondolatából. Nem beszélve Müller Péterről. Hát régi barátom Müller Péter, és most jött el az idő, hogy együtt dolgozunk, nagyon nagy öröm volt, de ugyanúgy az Örkény darabot is ebbe a sorba lehet venni, hiszen Örkény is mindenki által, vagy sokak által jól ismert egyperces novellái ihlette a Tilos a fűre lépni, Tilos című balettet, úgyhogy... Arról nem beszélve, hogy ugye volt egy műsorod itt a Fehérvár Televízióban. Akkor én ültem abban a székben. Te ültél ebben a székben, így van. És én számtalanszor megnéztem Müller Pétert is. Mégpedig azért mondom, mert ő egészen kivételesen fogalmaz a köznapi beszélgetésekben is, és állítom, hogy azok a beszélgetések nagyon sokat segítettek abban, aki látta ezeket, mert nagyon sok nézője volt, most is elérhető, hogy megértsék a kortárs táncszínház jelentőségét. Igen, ez volt a cél. Nagyon jól látod, és köszönöm, hogy ezt szóba hoztad. Ez egy nagyon fontos, és szeretném megköszönni azt a partneri együttműködést. A harmadik nagyon fontos partnerünknek, a Fehérvár Média Centrumnak, hiszen kiválóan tudunk és tudtunk együtt dolgozni. Ez a Ballet Café címen ment ez, és nálatok is ment a tévébe, és most is elérhető egyébként a YouTube-on, vissza lehet keresni, sok illusztris személyre beszélgetek. Számtalan vendéged volt, én azért említem Müller Pétert, mert ő egy kivételes személyiség, én azt hiszem a magyar kulturális életben ma is. No, egy kicsit beszéljünk a zeneszerzőkről, hiszen Kocsák Tiborral is dolgoztatok együtt, ami megint csak nagyon sokat jelent, azt hiszem. Igen, hát Tibor egy nagyon érzékeny és nagyon sokrétű zeneszerző, balettzenét már szerzett, hiszen az ifjabb Harangozó Gyula koreografálta a Hófehérke, ami még talán úgy tudom most is megy a Magyar Nemzeti Balettnél, annak a zenéjét szerezte, de a Fantom Fájdalom című balettunknak a zenéjét ő szerezte, aminek szintén Elsimon László volt a librettóírója, és jó magam a rendező koreográfusa. Ez egy nagyon lényeges produkció volt számunkra, hiszen Trianon kapcsán nem születtek az országba új művek. Tehát régi műveket újítottak fel és játszottak, nem születtek új alkotások, se táncba, se prózába. Talán mi vagyunk, ezt nem merem olyan nagyon bátran kijelenteni, de ahogy tudom, mi vagyunk az egyetlen olyan előadó művészeti szervezet és táncszínház, amelyik új művet alkotott Trianon gyászos eseményének a megemlékezéséül. Ez egy egyórás, nagyon intenzív balett, nem történelmi Leporello, hanem személyes történeten keresztül, egy drámán keresztül érzékelteti
nem szemlélteti, érzékelteti, és ezen van a hangsúly ennek a drámának, ennek a szégyenletes politikai döntésnek a személyekre, családokra, egyénekre kiható hatását. Úgyhogy a Fantom fájdalom, ami még most is repertoáron van, csodálatos zenét írt Kocsák Tibor, erről egy nagyon szép kiadvány is készült, ami a zenét tartalmazó, illetve a komplett darabot, és ami nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy az M5 kulturális csatorna ezt leadta, és hát ezt akkor nagyon sokan látták idehaza is, és határon túl is. Itt az ideje, hogy beszéljünk a társulatról, hiszen összejött egy csoda csapat az első időszakban, de azért nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy társulat mindig változik. Így történt ez veletek is, de azt hiszem, hogy az alapemberek már mint abban az értelemben megmaradtak, élőkön Krisztina Porres-Mormeneva, motorja, aki lelked jobbik fele értelemszerűen, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Hogyan sikerül új embereket hozni a távozók helyére, hiszen ez kulcskérdés? Ez egy olyan protokoll, amit minden egyes balettársulat vagy kortárs táncszínház alkalmaz, és minden évben eljön az az idő, amikor próbatáncot, azaz audition-t hirdetnek a társulatok. Ez mindenhol így van a világon, idehaza, külföldön. Így mi is, hiszen fluktuáció az van. És az is egy fokmérője lehet egy társulatnak, hogy mennyien jelentkeznek egy ilyen audition-re. Mivel a világhálón fönt vagyunk, mint ahogy minden társulat a repertoárral, egy táncos úgy választ magának táncszínházat, vagy balettársulatot, hogy hol szeretne dolgozni, ahol a repertoár olyan, ahol úgy érzi, hogy ő fejlődhet, vagy őt kielégíti, vagy passzol az ő művészi képességéhez, elképzeléséhez, tehát tájékozódnak rengeteg társulat között. És 700 jelentkezést kaptunk, tehát 700-an jelentkeztek. Arra akkor néhány helyre. Arra 6 helyre, 700-an, 35-öt hívtunk be, és így egy nagyon erős, folyamatosan erősödő, ha szabad úgy fogalmazni, művészállománnyal dolgozunk, folyamatosan fejlődik a társulat, nem csak repertoáriában, amiről már így beszéltünk, hanem a művészek is fejlődnek, hiszen a régi tagok, akik már itt vannak, azok már át tudják adni az újonnan érkezőknek, akik egytől egyik tehetségesek, mint a nap, és tapasztalt táncosok fiatalkoruk ellenére vagy mellett, és átadják nekik azt a stílust, amilyen stílust a társulat képvisel. Tehát ez egy folyamatos építkezés, és a táncosoknak, a táncművészeinknek nagyon nagy szerepe van a fejlődésben, és nem győzöm kihangsúlyozni Krisztina Porres-Mormeneva szerepét, aki összetartja a próbákon ezeket a csapatot, és a darabokat olyan magas színvonalon, szakma és művészi színvonalon próbálja be az egyes előadásokra, miközben főszerepeket táncol, ami egész kivételes képesség, hogy ez nagyon nagy mértékben hozzájárul a társulat fejlődéséhez. Annál is inkább fontos ez, hogy megfelelő táncosok legyenek, hiszen létrehoztátok a koreográfus showkészt, ami ahol a balettáncosok kipróbálhatják magukat koreográfusként is, az egy kivételes lehetőség számukra. Ez nagyon fontos megint, amit felvetettél, hiszen a koreográfus showkésznek több funkciója van és több szerepe van. Az egyik a táncosokba, még akkor is, ha esetleg nem lesz koreográfus, felépressz a kreativitást és a kollektivitásra való érzékenységet, hiszen együtt kell dolgozni a kollégáival. Ott nem szólhat úgy rá, nem, tehát át kell tudni adni azt, az ő elképzelését. Azáltal, hogy ő ezen dolgozik, ő maga is fejlődik. Ez az egyik. A másik, meg hát ha akad olyan közülük, akinek tényleg olyan koreográfus vénája van, ami utána jó szolgálatot tesz a mi társulatoknak, vagy adott esetben más társulatnak. Úgyhogy ez nagyon fontos. Ez egy fontos jövőkép. Abszolút. És ez meg is mutatja, mint ahogy az is, hogy a balettbarátok körét megalakítottátok. Ez nagyon fontos a mostani felgyorsult 21. században, hogy valaki bensőséges hangulatban, hogy lelassuljunk egy kicsit, megtapasztalja, hogy miként készül egy előadás. Nyilvánvaló, hogy kulisszatitkok nélkül, de azért fontos, hogy elbeszéljük. Kulisszatitkokkal, tehát az egy privilégizált dolog a balettbarátok körének tagják lenni, mert mindent előbb tudnak meg, sőt olyan dolgokat, amiket a nagy érdemű esetleg nem is tud meg. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas, egyre bővülő kör egyébként.
No, megérkeztünk a MÁ-ba. Tegnap ugye elhangzott, hogy az idei esztendő program helye közel már teljes, nagyon-nagyon fontos. Hát ugye Székesfehérvár a királyok városának a legfontosabb éves programja mindig a királyi napok, és azt hiszem, hogy erre illendő módon felkészül a város is, és így tettetek ti is. Hát így van. Augusztus 18-án Zicsiliget, Szabadtér, nagy színpad, Bobán Markovics Orkeszter, és a Székesfehérvár Balettszínház és Parádé. Ezzel mindent elmondtam. Egy olyan produkcióról van szó, amit az Illusztris Bartók Fesztiválon, az ország egyik legjelentősebb fesztiváljáról beszélünk, Művészetek Palotájában, valamivel több mint egy évre, április 3-án volt a bemutatója, az ős bemutatója ennek a produkciónak, nagyon nagy sikerrel játszottuk, és ezt azóta nem játszottuk a darabot a Bobán Markovicsékkal, de már játszottuk Fehérváron, a Vörös Marti Színházban, meg a Nemzeti Táncszínházban is zenekar nélkül, mert egy olyan verzió is van. De most megint az Zicsiligetben itt lesznek velünk Bobánék, fantasztikus, karizmatikus zenészek, és a Székesfehérvár Balettszínház szintén fantasztikus, karizmatikus táncosai, egy nagyon nagy happeninget fogunk tartani. Igen, kézenfogva jár ez a két csoda, ez így jó lesz nagyon. Viszont nyilvánvaló, hogy a repertoár is szélesedik, mert azért maradnak, megnéztem, hogy jó néhány darab megmarad, viszont lesznek újak is. Lesznek újak is. Ebben az évben terv szerint egy bemutatót tartunk. Nomádok címmel is. Sokat beszéltünk a vándorlásról. Úgyhogy a cím a számomra nagyon fontos, az olyan, mint a mag, mondjuk egy fánál, abban benne van már a komplett fa, tehát a Nomádok lesz az új bemutatónk, de olyan gazdag a repertoár, és annyira nem játszottuk még ki, akár Székesfehérváron is, hogy ezeket az értékes darabokat, ezeket játsszuk folyamatosan, és ez novemberben lesz a Nomádoknak a bemutatója, de most, amiről nem beszélhetek még, és nem is beszélek, tervezünk még egy bemutatót, de erről majd, ha eljön az ideje, akkor, és ez létre tud jönni, a számunkra nagyon fontos bemutató, akkor arról majd, ha ott lesz az ideje, akkor nyilván beszélünk. Jó, mindennek rendelt ideje van, tudjuk régről. Nos, hát most rendelt ideje vannak is, hogy elköszönjek, és megköszönjem ezt az 5 évet minden színház rajongó, minden táncszínház barát nevében. Köszönjük szépen, és azt tudom ígérni, hogy természetesen folyamatosan beszámolunk minden egyes történésről, mert hogy a Székesfehérvári Balettszínházra szükségünk van. Én köszönöm, és köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Egerházi Attila volt, a Székesfehérvári Balettszínház vezetője, akivel az elmúlt 5 esztendőről beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.